Mikor először bejöttem a tantestületi értekezletre, úgy, ahogy elhangzott a búcsú szövegbe, vagy a köszöntőbe, valóban szűk volt minden, és feszült, és tele izgalommal, tervekkel, hogy lesz. És kezdetben napközisként, majd kémiát tanítva folytattam a pályámat. És már nagyon készül az ember a nyugdíjra, amikor már tudja, hogy bekövetkezik, de mégis nehéz.